Lemondott Marosvásárhely alpolgármesteri tisztségéről Claudio Major, akit a 12 esztendeje hivatalban levő polgármester Dorin Floria jobb kezének ismernek a városban. Lemondását az indokolja, hogy végleges elmarasztaló ítélet született a fedhetetlenségi ügynökség által indított összeférhetetlenségi ügyében. A döntés értelmében Major 3 évig nem tölthet be köztisztviselői állást. A legfelsőbb bíróság határozata értelmében Claudio Major alpolgármesteri és városi tanácsosi tisztségei összeegyeztethetetlenek azzal, hogy engedélyezett magánszemélyként szolgáltatási szerződést írt alá a városházával. A március 1-i döntést követően Major bejelentette, aláveti magát az ítéletnek. Mától egyetlen dokumentumot sem írok alá alpolgármesteri minőségemben, míg a helyi tanács legközelebbi ülésén lemondok városi tanácsosi mandátumomról is. Ha azt kérdezik, hogy mit csinálok a folytatásban, majd meglátom. Leülök beszélni a polgármester úrral, hogy szükség van-e még a tapasztalatomra a polgármesteri hivatalban, vagy nincs. Claudio Major mandátumának megszűnése egyben azt is jelenti, hogy az egyetlen, aki hitelutalványozó jogkörrel rendelkezik a városházán, az Peti András alpolgármester. Dorin Floria ugyanis az ellene indult DNA vizsgálat megkezdése óta nem ír alá ilyen jellegű dokumentumokat. Egyes források szerint Floria a városmenedzseri tisztséget szánja Majornak, ennek a posztnak a létrehozásáról a múlt heti városi tanácsülésen döntöttek.